Az állatok titkai. Jó estét, gyerekek! A ma esti mese címe Tubi és Grácia. A solymászat a vadászó ember és a vadászó madár között kialakuló csodálatos munkakapcsolat. Egyszer én is neveltem 3 vadász sólyom fiókát. Hogy az eredeti fészekhez hasonló otthonuk legyen, egy ládát vastagon kibéleltem homokkal. Épp akkor lakott még nálam egy pár nélkül maradt házigalamb, Tubi. Ez a tojó saját fiókák híján pártfogásába vette a kis solymokat. Szinte egy pillanatra sem hagyta őket magukra, de ez sem volt neki elég. Ha kutya közeledett a ládához, óriási haraggal megtámadta. Szinte nekirepült a fejének, csőrével csipkette, veszélyeztetve saját testi épségét. A kutya ilyenkor behúzott farokkal, nyűszítve menekült a kis solymok közeléből. Ahogy várható volt, egy ilyen közelharcban a galambnak sajnos megsérült a szeme. Én egy kalitkába zártam, hogy eredményesen tudjam gyógykezelni. Így a kicsik a következő hetekben nem láthatták. Még csak 10 naposak voltak, amikor elvettem tőlük pótmamájukat. A kezelés hetekig tartott, így a kis solymok közben hatalmasat nőttek. Amikor Tubi meggyógyult, én naívul elengedtem, ő pedig rögtön a sólyomfészek felé repült. Biztosan újra pátyolgatni szerette volna a kis solymokat. Ez lett a veszte. A kismadárkák a földön üldögéltek, és amikor Tubi föléjük repült, azok ősi ösztöne fölébredt, s a mozgásban lévő szegény galambot elkapták. Szörnyen sajnáltam, tudtam, én voltam a hibás. Ha nem veszem el tőlük a pótmamájukat, ez biztosan nem történhetett volna meg. De így diadalra jutott az ősi vadász ösztön, amit az emberek még jobban kifejlesztettek bennük, és ők honnan tudhatták volna, hogy kit pusztítottak el, hisz még nem lehettek róla emlékeik. Szomorú voltam, mert veletek együtt egy csodálatos állattörténettel lettem én is szegényebb. De hogy még véletlenül se haragudjatok a solymokra, el kell mondanom Gyuri solymának, Gráciának a történetét. Kicsi volt még, amikor a fiúhoz került, aki hosszú hónapokig kesztyűs öklén hordozgatta és vadászni tanítgatta. Grácia közben csodálatosan szép madárrá fejlődött. Szinte teljes összeforradtságban élt nevelőjével. Amikor naponta elhagyták a szűk városi lakást és a sárga távolsági busz elvitte őket a zöldellő szántóföldek világába, a madár vadász tehetsége megmutatkozott. Sokáig körözött a magasban, a szél mind magasabbra ragadta, majd újra és újra visszaszállt gazdája készfejére. Aztán Gyuri ismét feldobta a levegőbe. Menj! Ez a szó abban a pillanatban a vadászatra való felhívást is jelentette. Nem sok idő múlva Grácia lecsapott egy nyúlra. Nem engedte elfutni, de nem nyúlt hozzá, nem sebezte meg a csőrével mindaddig, amíg Gyurka oda nem ért, és át nem vette tőle a zsákmányt. Beesteledett, ideje volt hazaindulni. A fiú felszállt a buszra, a hátizsákjában a vadászsákmánnyal. Hát a sólyom. Ő a szabadban faágról faágra röpködött, majd kecses siklással a háztetők felett követte a buszt, pillanatra sem tévesztve azt szem elől. Egymás után jöttek a kocsik, a kék-sárga buszok, de ő soha nem tévesztett. Pontosan tudta, melyiken ül Gyuri. Minden vadászatról így tértek haza. Amikor végre feltűnt otthonuk kéménye, a sólyom leereszkedett a kiskapura, és ott várta be a gazdáját. Tudta, hogy amikor az végre leszáll a buszról, és kinyitja az ajtót, akkor ő lesz a következő műsorszám. Akkor ő következik. Még akkor is, ha Gyuri már nagyon éhes, és alig várja, hogy elkészíthesse vacsorára az illatos nyúlpaprikást. Tudta, ő fogja kapni az első, még nyers, finom falatokat, és maga Gyuri viszi majd neki oda a kalitkához. El sem fogadná senki mástól, mert ő már örökre a gazdájához tartozik, és élni sem tudna nélküle.
Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépeket!